Az Albarégia Szimfonikus Zenekar a 2022-23-as idényben rendhagyó új kezdeményezéssel szólította meg a klasszikus zene székesfehérvári barátait. A Kérdezd a Karmestert koncertsorozat különleges alkalmat kínált az érdeklődőknek, hogy egy-egy ismert zenemű kapcsán betekintsenek a zenekar működésébe, és mindenek előtt közelebbről is megismerjék a karmesteri munka izgalmas műhelytitkait. A zenekar otthonában az új évben is folytatódott a koncertsorozat, ezúttal Wolfgang Amadeus Mozart örökbecsű műveinek jegyében. Az egyedi atmoszférájú közönségbarát csupa nagybetűs esten ezúttal is Dobszai Péter vezényletével szárnyaltak a zenekar muzsikusai. Haydnnal indítottuk a sorozatot szeptemberben, azután Schuberttel folytattuk, és ma este Mozart jegyében megyünk tovább a Kérdezz a Karmestert sorozattal. Én a legfontosabb újdonságnak a közvetlenséget és az interaktivitását tartom ennek a műsornak. Igyekszem a lehetőleg emberi boldalukról megközelíteni a zeneszerzőket, és igyekszem a lehetőleg érzékletesebben megmutatni azt, hogy semmiben sem különböztek ők mi tőlünk biológiai értelemben véve. A különleges hangszerelési megoldásai révén varázslatos hangzásképpel gyönyörködtető kompozíciók természetesen a zenekar számára is komoly kihívást rejtettek, és ami a legfontosabb, a zeneértő közönség is megtapasztalhatta, milyen is egy komoly zenei találkozó, kicsit másként. Ez egy nagyon fontos, nagyon jóleső visszajelzés nekünk, és azt gondolom, hogy egy olyan visszajelzés, amire figyelnünk kell, akkor van értelme a munkánknak, hogyha azt szeretik az emberek, bár természetesen az magának való zenélés sem hiába való, amit egy muzsikus egyedül tölt el egy szobában, de hát mégiscsak a város, a zenekart a város polgáraiért működteti, és mi ebben a kötelékben igyekszünk a lehető legteljesebb művészetet felmutatni az ő számukra. Mozart a zeneirodalom örök ikonja, minden műfajban meg annyi értékes darabot alkotott. Művészetének varázsához tartozik, hogy az emberi lélek legmélyebb rezzenéseit megragadó kompozíciói szinte terápiás erővel bírnak a mában is, amit a muzsika barátai is érzékelhettek.